bocsáss meg vétkeinket. Közös imádsággal kezdődött meg az a természettudományos verseny, amelyet először rendezett meg a piarista iskola. Első körben csak az intézmény, valamint a tagiskola Hédervár részvételével az 5., 6., 7. és 8. számára. A kollégákkal úgy gondoltuk, hogy a mai gyerekek már jóval kevesebbet tapasztalnak a természetben, ezért szeretnénk még gazdagabbá tenni nekik a természet iránti szeretetüket, és ez a komplexitás pedig azt jelenti, hogy mind biológiából, mind földrajzból, mind kémiából, mind fizikából készítettünk nekik feladatokat, és ezek a feladatok sokszínűek, tehát próbáltuk nekik egy kicsit játékosan feltenni ezeket a feladatokat. Mi vagyunk az agysejtek, és indokoljuk nevünket. Az agyatest központja, sejt az irányítója. Ha az agysejt nem lenne, agyunk rendes nem lenne. Az 5.-6. osztályos diákoknak előzetesen is kellett feladatokat elvégezni, plakát, valamint makett készítés formájában. Ezek az idei év madarához, a tengelichez, valamint az esztendő fájához, a vadalmához kötődnek. Az idősebb korosztályoknak pedig egy prezentációt kellett készítenie megadott tudósokról. Megtiltotta az orvosoknak, hogy a pasztorámból felmenjenek a szülőszobába szülést levezetni. A PPT rengeteg előkészülést jelentett, főleg azért, mert Semmelweis Ignácról nem igazán találtunk anyagot. A többi viszont nagyon gyorsan ment, a kis bemutatkozásunkat is könnyen megírtuk. Az iskola szeretné, ha jövőre már kiterjeszthetné ezt a versenyt, és szélesebb körben is jelentkezhetnének rá a diákok. Akár a piarista iskolák vetélkedőjévé is kinőhetné magát idővel.